Ez az animáció nagyon jó arra, hogy észrevegyük, hogy a körmozgás és a harmonikus rezgés az ugye kapcsolatban van egymáshoz, mert hogyha most ugye ebben az XY koordináta rendszerben felrajzoljuk a körmozgást és figyeljük, hogy ez a piros pöttyöz ugye egyenletes körmozgást végez, akkor a vízszintes vagy a függőleges tengelyre vett levetítése, vagy mondjuk a földre, meg a falra vetített árnyéka, ha mondjuk úgy képzelnénk el, látható, hogy ugye mind a kettő harmonikus rezgőmozgást végez, hogyha most csak arra koncentrálunk. És akkor ugyanez történik a függőlegesnél. Hogyha én most, tehát ez két egymásra merőleges harmonikus rezgőmozgás, amit hogyha összeteszünk, akkor megkapjuk a körmozgást, vagy mondhatjuk, hogyha a körmozgást szétbontjuk két merőleges komponensre, akkor kapunk két harmonikus rezgőmozgást. Na most látható, hogy ez a két harmonikus rezgőmozgás pi per 2-vel el van tolva egymáshoz képest, mert amikor az egyiknek szélső értéke van, akkor a másik átmegy az origón. Tehát soha nincs olyan, hogy együtt mennek át, ugye, vagy mind a két komponens nulla egyszerre, és mert akkor ugye az origón átmenne a test. Tehát folyamatosan fenn kell tartania ugye a sugárnak megfelelő távolságot az origótól, és akkor így jön ki, hogy az egyik ugye koszinuszos, az mondjuk az x, ugye koszinusz omega t-vel szorozva az amplitúdó, ami ugye megegyezik a körpálya sugarával, és a másik komponens az meg a-szor szinusz omega t. Tehát a körpálya sugara az egyenlő a harmonikus rezgés amplitudója, természetesen a két rezgés, amit össze kell tenni, hogy körmozgást kapjunk, ugyanolyan omega körfrekvenciával kell rendelkeznie, ami a körmozgásnál a szögsebesség lesz egyébként, ugyanaz az omega természetesen a jele, és a mindkét komponensnek, ha belegondolunk, a maximális sebessége az természetesen a körbe-körbe haladó testnek a kerületi sebessége lesz. Amikor ezt a, mondjuk a sebességvektort, ha elképzeljük, ugye, hogy folyamatosan forog, az előbb a egyenletes körmozgásnál, vagy annál az animációnál mutatta a vektort, akkor amikor a vektor egy az egybe mondjuk itt a vízszintes irányba áll be, majd mindjárt megállítom akkor ott, ebben az idő pillanatban erre mutat a vektor, és a kerületi sebesség az egyenlő az x irányú csúcsértékével a sebességnek. Tehát ugye v max szor omega szor minusz koszinusz egyébként, mert ugye akkor minusz szinusz, hogyha deriváljuk, akkor a csúcsértéke ugye a sebességnek a szor omega, vagy r szor omega, ez pont a kerületi sebesség egyébként, az r szor omega. És amikor itt van a test, akkor ugye a y komponensnek van a csúcsértéke a sebességnek, vagy a vy, és akkor ugye az egész vektor ugye felfelé mutat. Tehát minden időpillanatban ugyanúgy, ahogy a helyvektort levetítjük az x-re és az y-ra, hogy megkapjuk az x és y koordinátákat, vagyis a helyvektornak ugye a komponenseit, a sebességvektort is be lehet rajzolni minden időpillanatban, és le lehet szépen vetíteni az x és y irányokra, és akkor megkapjuk a sebességnek az xy komponensét. És természetesen ugyanezt meg lehet csinálni a gyorsulással is. A gyorsulás, ugye a centripetális gyorsulás, az ebben a pillanatban ugye pont a pozitív x irányba mutat, hogyha mondjuk pont úgy állítottam volna meg, hogy a zöld helyén, és akkor természetesen a centripetális gyorsulása a körmozgásnak, vagyis v négyzet per r, vagy omega négyzetszer r, ez lesz egyenlő az x irányú maximális gyorsulással, vagy akár az y irányú maximális gyorsulással, amikor itt van. Tehát a harmonikus rezgőmozgásnak a maximális gyorsulása az ugye a-szor omega négyzet, mert az a egyenlő r-rel, és akkor omega négyzetszer r. És ugye azt is meg tudjuk figyelni, hogy ha mondjuk az x-et nézzük, az egy koszinusz, mert t egyenlő nullában, ha itt kezdjük el mérni az időt, ugye maximum, tehát most itt 1, mert 1 a sugár, de lehetne ugye mondjuk 4 vagy akármennyi, tehát most vissza, mondjuk legyen 2, meg az amplitudó,
és látjuk, hogy a sebesség az viszont itt nulla, és negatív, tehát akkor ugye mínusz koszinuszos lesz, nem, mínusz szinuszos lesz a sebessége az x komponens, a vx, mínusz szinuszos, és nézzük meg, hogyha t egyenlő nullában nézzük, ugye a centripetális gyorsulás erre mutat, akkor az x irányú gyorsulás az negatív maximumból indul, itt ugye eléri a nullát, mert lefelé mutat, ezért nincs x irányú komponense a centripetális gyorsulásnak, itt meg maximum, tehát akkor mínusz koszinuszos. Úgyhogy mit kapunk? Az x komponens ugye a helyre, az x koordináta koszinuszos, a sebesség mínusz szinuszos, a gyorsulás az pedig mínusz koszinuszos. Hát aki tud deriválni, az tudja, hogy a koszinusz deriváltja mínusz szinusz, szinusz éme koszinusz, és akkor szépen vissza lehet kapni a x-ből a vx-et, a vx-ből pedig az ax-et. Ha megnézzük az y komponenst, t egyenlő nullában, ugye nulla az y, és aztán elkezd pozitív irányba nőni, tehát ő szinuszos. A sebesség az eredetileg ugye felfelé mutat, és elkezd csökkenni, tehát az koszinuszos, és a gyorsulás az pedig t egyenlő nullában nulla, mert ugye vízszintes a gyorsulásunk, y irányban nincs komponense, és aztán, amikor elindul, vagy hát t nem nulla most már, akkor ugye erre mutat a gyorsulás, tehát y komponense negatív, tehát akkor mínusz szinuszos lesz. Tehát szinuszos volt az y koordináta időfüggése, koszinuszos lesz ugye a sebesség időfüggése, és mínusz szinuszos lesz a gyorsulás, megint csak, hogyha valaki tud deriválni egyből, végig tudja követni. Tehát szinuszból koszinusz lesz, koszinuszból pedig mínusz szinusz.